motatja a két amerikai elnök jelölt vitáját. Ennek az eseménynek fontos hatása lehet a piacokra. Elsősorban a General Motors-t emelhetjük ki, hiszen ez a még mindig csődeljárás alatt álló vállalat republikánus győzelem esetén hamar piacra kerülhet, míg Obama nyeresége esetén az állami részvények továbbra is az állam kezében maradhatnak, így Obama elnök nyeresége esetén sokkal jobb befektetésnek minősül a General Motors részvény. Ma a német tőzsde végig zárva van, hiszen az ország a német egységet ünnepli, és emiatt munkaszüneti nap van. Felmerült továbbá egy olyan pletyka, hogy a Deutsche Telekom amerikai üzletágát egy másik amerikai szolgáltató vásárolná meg, ami jó hír a Deutsche Telekom részvényei szempontjából, hiszen az amerikai üzletág még régen elég jól teljesített, az utóbbi időben egyre gyengébb a teljesítménye.